Azt hiszem, hogy egy kulturális fesztiválnak a rangját emeli az, hogyha egy bizonyos kulturális ág a képzőművészet mellett megjelennek más társ vagy kevésbé társ művészeti ágak. Ahogy így körbenéztem és leltárt csináltam, táncosokat, kórust, hangszereseket, prózát, több mindenfélét láttam. Én azt hiszem, hogy egy olyan rendezvény sorozatnak lehetünk most itt az első pillanataiban, ami Zalaszengrót életében nagyon-nagyon fontos és hagyományos, nagyon-nagyon fontos hagyományt őrző dolog. Én dél-zalai sváb gyerek vagyok, nem nagyon ismertem a töltött káposztát, de mióta megnősültem, azóta a borsodi származású feleségem révén megszerettem. És hát azt is elfogadtam, hogy a töltött káposzta az felmelegítve igazán a legfinomabb, és ezt csak azért hozom ide, mert Sevesi Laci bácsi, hál' Istennek felmelegítve újra visszatért hozzánk egy rövid kihagyás után, és mielőtt itt a megnyitó elkezdődött volna, körbenéztem a képek körül, és hát némi nosztalgiával megállapítottam, hogy ismerősek a keretek, ismerősek a vonások, nekem is van pár darab belőle, ugyanis a tavaszi és az őszi tárlat rendezvénysorozatai alkalmával egy sportrendezvény is szokott megrendezésre kerülni, és ott ajándékként én is pár darabot hazavihettem. Nagy öröm ez számomra, remélem idén is így lesz. No, ezek a személyes jellegű gondolatok. Én azt gondolom, hogy prózából volt már az enyémnél egy kicsit jobb minőségű. A hangszeresek, illetve az énekesek várnak. Inkább átadom őnekik a szót. Érezzék jól magukat a megnyitón, és ne felejtsenek el a folyosón hátrafelé egy kis kitekintést tenni. Érdemes hátra menni, engem már igazgató úr hátra vezetett. És még az egész 10 napi? Hát, hogyha mindent beleszámítunk, akkor 15. 15 napi programhoz jó szemlélődést és jó programokat kívánok!